Dráma van, tőzsdei lufit fújunk, az árfolyamok túljutottak az épp elme határán, a világ tőzsdei megérettek az összeomlásra, a tőzsdei Armageddonra. Sziasztok, Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban azt nézzük meg, hogy mi a helyzet ezekkel az állításokkal, és csak ugyan közelege a tőzsdei végítélet napja. Tesszük mindezt azért, mert manapság egyre több olyan alapkezelőt, vagyonkezelőt lehet hallani nyilatkozni, akik azt mondják, hogy nagyon nagy gondok lesznek ebből, hogy így szárnyal minden, ugyanis kérem szépen itt egy hatalmas nagy tőzsdei lufit építünk, pukk, és az szépen ki fog pukkadni. Úgyhogy, ha szereted a kipukkadó tőzsdei lufikat, akkor tartsál velem. Ami különben ezt az állandó buborékozást illeti, az embernek a nézőpontját, azt sokszor az ülőpontja határozza meg. Márpedig nagyon sok alapkezelő, vagyonkezelő, az úgy, ahogy van, kimaradt a márciusban indult tőzsdei szárnyalásból, és hogy valahogy meg kell magyarázni az ügyfeleknek, hogy mi történt, és ez úgy jó hangzik, hogy hát ők mindent jól csináltak, csak ez a fránya piac volt teljesen irracionális. Meg hát azért is várják az összeomlást, mert szeretnének olcsóbban vásárolni. Persze különben az is lehet, hogy simán igazuk van, és csak ugyan megjelenik a tőzsdei végítélet tüzes szekéren az égen, mert hát azért sok mindent lehet mondani az árfolyamokra, de az, hogy olcsóak, azt ugye többségére nem. A tüzes szekerek rémképén túlmenően azt is látni kell, hogy a világ és a befektetési környezet is állandóan változásban van. Pillanat a jegybanki politikák következtében, hogyha a klasszikus állampapír részvény befektetési kombót nézed, akkor igazából a részvény az egyetlen valós alternatíva, hogyha hosszú távon hozamot szeretnél elérni, és természetesen ez a tőzsdék felé tereli a pénzt. Valamint hát itt sok mindent megváltoztat az értékelések terén is, simán lehet, hogy ami egy éve drágának tűnt, az most nem olyan drága. Történik mindez annak ellenére, hogy természetesen a tőzsde az sokkal kockázatosabb, mint a klasszik állampapír, és bármikor jöhet egy 30%-os zuhanás. Én különben személy szerint azon sem lennék meglepve, hogyha a vezérhajó az S&P 500 tőzsdeindex előbb érné el mondjuk a 4000 pontos álomhatárt, mint mondjuk esne vissza 2500 pontra. Most, amikor ezt a videót felveszem, akkor kb. A kettő között 3300 ponton vannak vagyunk, bár így hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezek a nagy bemondások, ezek így leginkább a találgatás mesdjéjén mozognak. Amúgy különben ezek a jegybankok nem azért nyomják le szándékosan a kamatokat, meg teremtik azt a borzasztó nagy likviditást, hogy kibabráljanak szegény alapkezelőkkel, hanem tényleg a gazdaság talpraállítását szeretnék segíteni. Az más kérdés, hogy az egész mellékhatásaként ugye a tőzsdéket is megtámogatják. Szóval így tényleg sok minden drága a tőzsdén per pillanat, sok minden nagyon drága, mert én el tudom képzelni, hogy simán lehet még drágább a jelen környezetünkben. Az meg aztán még egy másik kérdés, hogy azért nem minden szárnyal így egyenletesen. Van nagyon sok utazással, kiskereskedelemmel foglalkozó cég, vagy klasszik termelő vállalat, amelynek az árfolyama most is a békafeneke alatt van. Igazából így az S&P 500 tőzsdeindexet, ha nézed, akkor az öt legmeghatározóbb komponens, amely mini technológiai részvény, ugye ezek így kb. 24%-át teszik a tőzsdeindexnek, és így igazából ezek okozzák a nagy emelkedést. Vagy legalábbis annak a jelentős részét. Tehát egy picit félrevezető, hogyha csak a tőzsdeindexet nézed, mert ugye amit sokan mondanak, hogy elvált a tőzsde a gazdaságtól, azért ez csak így részigazság. A technológiai cégek kapcsán gyakran hallani azt a véleményt, hogy hát bizony a befektetőknek a pirulája elgurult, és az Apple, az Amazon, a Shopify, a Facebook, a Zoom, meg még hosszan sorolhatnám, az irtózatosan, de irtózatosan drága, és nagyon túl vannak értékelve ezek a cégek, nem érnek ennyit az egész piac úgy, ahogy van, meg van hűlve. Én különben személy szerint az alázatosabb megközelítés híve vagyok, és az ilyen hülye az egész piac jelzőkkel azért nagyon, de nagyon óvatosan bánnék. Ugye az árfolyamokat vevők, eladók együttesen mozgatják, akik sok millióan vannak, és gyakorlatilag legjobb tudások szerint döntenek, ebből kifolyólag minden információ beépül a jelennel, meg a jövőbeli várakozásokkal kapcsolatosan, itt különben az utóbbi a legmeghatározóbb. Amiben valaminek itt 10 éven keresztül fölfele megy az árfolyama, az nem azért van, hogy ez a sok hülye ez hurrá optimista, hanem azért, mert a cég az folyamatosan hozza a várakozásoknak megfelelő eredményeket, ami újabb és újabb magasabb várakozásokat szül. Alapvetően különben szerintem így a hosszú távú folyamatokat, ha egy 7-es grafikonon több év vagy akár 10 év tendenciáját nézed, azért nagyon jó megmutatja, hogy mondjuk ez egy jó cég, vagy pedig egy problémás cég. És ezt illetően nagyon, de nagyon ritkán lő mellé a piac. Természetesen a pszichológiai faktor is ott van, igen, amikor fölfele mennek az árfolyamok, akkor néha vagy nagyon sokszor ott a hurrá optimizmus is túlhúzzák a dolgot, még lefele ugyanez csak fordítva. És ami aktuális példát mondjak, szerintem például az elektromobilitással kapcsolatos cégek, Tesla, Nikola meg társai, azok most így sokszor ebben a hurrá optimista szakaszban vannak.
De visszatérve a technológiai cégekhez, ugye ez a vírus felgyorsította a már évek óta meglévő folyamatot, hogy az emberek egyre többen vásárolnak online, és gyakorlatilag az a forgalom, ami a bevásárlóközpontokból kiesett, az átment az online kereskedő cégekhez, például az Amazonhoz. Ezért tudott az utóbbi cég 40%-os árbevétel növekedés felmutatni éves alapon az utolsó negyed évben, és ugye ezért sikerült most a második negyed évben a 2019 decemberi karácsonyi szezont is túlszárnyalni. Most ugye a vírus második hullámát várják nagyon sokan, vagy már lehet, hogy abban is vagyunk, és hát ugye megint csak azok a cégek kerülnek ilyenkor a célkeresztbe, amelyek kevésbé vannak kitéve a válságnak, ezek pedig megint csak a technológiai cégek. Amint azt is látni kell, hogy nem csak a magánszemélyek, hanem a kisvállalkozások, vállalkozások életét is alapvetően megváltoztatta ez az egész jelenség. Nagyon sok cég, akik eddig ilyen hagyományos üzletbe árultak, most így hirtelen online értékesítésre vannak rászorulva. Nekik segít például a Shopify, vagy nagyon sokan eddig nem figyeltek arra, hogy legyen valami normális weboldaluk, ott van a Wix, természetesen mind a két cégnek szárnyalt az árfolyama. Vagy ott a jó öreg Facebook, ugye 8,8 millió hirdetője van, hát nagyon sok kis vállalkozás számára, ők az elsődleges csatorna, hogy eljussanak a vásárlókhoz. Hiába volt az, hogy mondta azt a Disney, meg egy-két nagy cég, hogy gyerekek, most egy darabig nem hirdetünk, igazából lesett olyta az árfolyam. Ami különben így a fontos a technológiai szektor szempontjából, hogy a piac az per pillanat az árazások alapján azt gondolja, hogy a vakcina után se fog minden visszaállni a vírus előtti állapotokhoz, már ami ezt az online versus nem online dolgot illeti. Hát ezért szárnyalnak így ezek a technológiai cégek. Megmondom őszintén, az én világomnak így a mostani szinteken ezek az árfolyamok már így drágák, és abszolút nem vételi szint számomra. De hogyha valaki adna nekem sok pénzt most, és azt mondaná, hogy fektess be most azonnal, vegyél rajta 10 éves amerikai államkötvényt, vagy a mostani áron $3,200 környékén Amazon.com-ot 10 évre, akkor én bizony gondolkodás nélkül az Amazont választanám. És ezzel így van minden bizonnyal, nagyon sok vagyonkezelő, alapkezelő, hát így ezért nem tudnak az árfolyamok olyan nagyon zuhanni vagy korrigálni, és ott tanyáznak folyamatosan ezekben a magas zónákban. Még azt is fontos látni, ami a tech cégeket illeti, nem csak a befektetők szeretik őket, hanem mi fogyasztók. És ott van például az a klasszik kávézós cég, a Starbucks. Ugye megcsinálták ezt az applikációt, amit előre feltöltesz, csak úgy online meg tudod a telefonon keresztül rendelni a kávét, és az üzletbe csak odamész és elveszed, és hát szeretik a fogyasztók is, a Starbucksból egy trendi menő kávézó lett, ami természetesen vagy még trendibb lett, ami természetesen a jövőbeni növekedési kilátásokat is javítja. Szóval így el lehet mondani, hogy igen, a piaci szereplők azok összességében nem hülyék, hanem ezeket a hosszú távú irányokat nagyon is jól lövik be, és Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, ezek hiper-szuper jó cégek, még hogyha most per pillanat az én ízlésemnek kicsit drágák is. Úgyhogy őszinte legyek, így a technológiai cég nagy részt kéne ezt a szárnyalást, én is aki tátott szájjal néztem. Jó, mondjuk így egy-két klasszik nagy, Facebook, Google, Amazon, meg az Alibaba, ezek így már évek óta itt a YouTube-on is, meg a Patreon-on is a vedd meg is üljél bele listán voltak. Jó van, elég ebből a stratoszférában lévő árfolyamokból, nézzünk néhány olyan szektort, ahol az így a földhöz ragadtabbak az árfolyamok. Itt van például a dohányipar, ahol már így tacolva az emelkedő trenddel évek óta lefele megy minden, ami azért úgy azt jelzi, hogy a befektetők valami egyedi kockázati tényezőt szimatoltak. Hogyha így a múltba révedsz, akkor a dohányipari cégek a világ legjobb vállalatai, növekvő árbevétel, növekvő profit, szép osztalék, folyamatosan emelkedik, most például 8%, hiper-szuper jó, és borzasztóan jó marzsok. De a nagy alapkezelők soha büdös életben nem fognak ebből a részvényből vásárolni, mert hogy környezettudatosság meg zöldbefektetés, meg a politikusok is bármikor rúghatnak belőlük még egyet-kettőt, amikor így megkapják a számokat, hogy milyen marhasokat költünk például a dohányzás miatt tüdőrákot kapott betegeknek a kezelésére. Valamint a lényeg, ami jó hír a világ szempontjából, hogy már vagy 2 éve csökken a világon az elszívott cigaretták száma, és az elszéknek a száma is. Az árbevételük ezek a cégek továbbra is növekedő mederbe tartják, köszönhet annak, hogy folyamatosan emelik a cigaretta árát, csökkentik a költségeiket, egyre hatékonyabbak, ugye vásárolják a saját részvényeket, nő az egy részvény jutó profit, de ugye ez a végtelenség azért nehezen tartható fel, hogyha maga az alapterméknek az értékesítése az csökken. Nekem különben szerintem így nagyon jó a fantáziám, én simán el tudom képzelni, hogy 5 év múlva online rendelsz valamit, akkor itt az 5G rendszerek segítségével drónok szállítják majd ki, no nem itt, hanem mondjuk Amerikában, még Németországban, de mondjuk azt, hogy így az emberek dacára annak, hogy egyre többen vagyunk a Földön, többet fognak cigarettázni, azt így kevésbé tartom valószínűnek. Ezért nekem nincs ilyen részvényem, és nem is nagyon tervezem.
Simán el tudom különben képzelni, hogy 8%-os osztalékhozam hatására, mostani bika piacon, erre is ráugranak majd a befektetők, sőt, az árfolyam is tud ugrani, de ez ugye az én világom szerint leginkább egy elvileg egy ilyen nyugdíjportfólióba való részvény, oda én meg olyan részvényeket szeretek bepakolni, amelyről azt gondolom, hogy 20 év múlva is a földön lesznek, ezekről a dohányipari cégekről én így kevésbé vagyok meggyőződve. Oké, így a vége fele kicsit legyen pozitívabb hangvétel. Itt van például az Intel, amelynek ugye kijött a másodéves eredménye, elég jól lett, de az árfolyam mégis beszakadt, mint a kő, mert hogy a 7 nanométeres csipjük az késik, és ugye még jobban nem maradnak a konkurens AMD mögött, amelynek különben robbant is az árfolyama fölfelé. Igen, ám, de az Intel az mégiscsak egy sok lábon álló cég, amely osztalékot is fizet, ami abszolút nincsen veszélybe, úgyhogy szerintem így ezt a részvényt például érdemes vételi szemmel nézegetni. Vagy hogyha mindenképpen olyan részvényt szeretnél, amit így alapvetően utálnak az intézményi befektetők, akkor ott van az olajipar szemben a cigarettás cégekkel, az olaj iránt véletlenül az elkövetkező 20 évben még nőni fog a kereslet, valamint jó kis osztalékot is fizetnek, mondjuk azért óvatos lennék velük, 5%-nál többet egy portfólióban nem pakolnék belőlük. De hagyjuk ezt a sok optimizmust, rettegjünk egy kicsit. Jön az amerikai elnökválasztás, per pillanat ugye Bidennek áll az ászló, aki mindenféle adóemelést tervez, többek között a társasági adó 21-28%-ra emelését, és egy furcsa mód, így ez még abszolút nem uralja különben a közbeszédet a tőzsdék terén, sőt, vannak olyan optimista befektetők, akik nem én, akik azt gondolják, hogy milyen jó, hogyha megnyeri a Biden, és mi milyen jó lenne, ha ezt megspékelnénk azzal, hogy a szenátusban meg a republikánusok lennének többségbe, akkor ugye Bidennek az adóemelése nem menne keresztül, viszont azért mindenkivel jobb nemzetközi kapcsolatokat tudnak kialakítani, ami megint csak jót tesz a gazdaságnak. Mindenesetre ez az elnökválasztás hercehúrca, ez okozhat még hullámokat, erről majd még összemisztom, most biztos beszélünk. No, ennyi félt a mostani videóban, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aki szeret félni, akinek jó rettegést, aki optimista, annak jó örömködést, írjátok meg természetesen komment rovatba, hogy ti mit gondoltok, mi lesz előbb, 4000-es S&P 500, vagy 2500-as, érdemes-e valamit vásárolni, összeomlás, világvége, vagy nem összeomlás, valamint like, feliratkozás, megosztás, meg komment, kb. Ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!